Tavasszal Ukrajnába küldik a francia-olasz fejlesztésű Mamba légvédelmi rendszert. A fegyver már május óta üzemel Romániában, ahol a NATO keleti szárnyát védi. A légvédelmi rendszer mellett 100 katona szolgál a Kápumidiai támaszponton. A rendszer több 10 kilométer távolságból is képes bemérni a célpontokat, rakétái pedig 100 kilométeres hatótávolságúak. Egy olyan rendszerről beszélünk, mely már közel egy éve üzemel. Az ukrajnai háború pedig felértékelte, egy rendkívül fontos fegyverré vált. Ez egy olyan komplex rendszer, mely bármilyen repülőt azonosít, és pár perc alatt el is pusztít, mondta az Euronews riportere. A 18 rakétával felszerelt rendszer hatékonyságát a szövetségesek tesztelték, miután a NATO tavaly nyáron értékelte és tanúsította azt. Ezzel a rendszerrel hatástalanítani tudunk vadászgépeket, cirkáló rakétákat és helikoptereket is. A cél egyértelmű. Bemérni, megfigyelni és szükség esetén harcba lépni, mondta a Mamba osztag vezetője. Az elmúlt évben több ezer külföldi katona érkezett a romániai bázisokra, hogy együtt készüljenek a román katonákkal egy esetleges háborús helyzetre. Többek között nagy hatótávolságú amerikai HIMARS rakétákat és francia rakétákat is használnak. Románia pedig két légvédelmi rendszerrel rendelkezik, a Mambával és egy amerikai gyártásúval.